Az ideiglenes ukrán államfő rendkívül veszélyesnek minősítette a helyzetet Donyeck és Luhanszk megyékben. Olekszandr Turcsinov azt mondta, teljes harckészültségbe helyezték az ukrán fegyveres erőket. Hozzátette, Donyeckben nem a hatalom ellenőrzi a helyzetet, Szlovjanszk városát pedig teljes mértékben az Oroszországból érkezett terror és diverzáns csoportok tartják ellenőrzésük alatt. Turcsinov utasította a megyei kormányzókat, akadályozzák meg, hogy az események átterjedjenek Ukrajna középső és déli területeire. Barroso szerint Putyinnak egész Ukrajnára fáj a foga. Kijev központjában már ma éjjelre hadgyakorlatot hirdetek az ukrán katonai csapatok. Úgy tűnik, hogy a helyzet nemhogy nem a nyugvófront felé közelítene, hanem egyre aggasztóbbá válik. Ukrajnáról Őrsi Mátyással beszélgetünk, aki gyakorlatilag ingajáratban van Magyarország és Ukrajna között. Jó estét kívánok! Néhány napja lehet, hogy utoljára hazajött ugye onnan. Mekkora a baj? Jó estét kívánok! Az elmúlt hónapban 3 hetet töltöttem Ukrajnában, Kijevben, de nem csak Kijevben. Nem jártam ezúttal keleten, bár kollégák jártak Dnipropetrovskban, ami keletnek egy fontos város, de ott nyugalom van. A kérdésére válaszolva, a baj nagyon nagy. Valóban Putyinnak egész Ukrajna kellene. Tényleg ezt hiszi? Következő a helyzet. Ugye Putyinnak egy régi álma az Eurázsiai Uniónak a felépítése, és ez Ukrajna nélkül nem lehetséges. Ennek akkor van csak értelme, ha Ukrajna ennek tagja tehát. Ezért az első pillanattól kezdve egész Ukrajnát akarta, most már szerintem azt belátta, hogy ez nem lehetséges. Ugye a probléma abban van, hogy mik Putyin eszközei. Szeretném azt mondani, és tudnék érvelni amellett, hogy Putyin katonasággal nem fog bevonulni Ukrajnába. A következő ok miatt nem tudja egyszerűen kifizetni az árat. Adam Michniknek volt egy kiváló mondata, hogy ellenkező esetben Ukrajna lesz Putyinnak az, ami a Szovjetuniónak Afganisztán volt. Azért ez rengeteg pénzbe kerül, az orosz gazdaságról azt gondoljuk, hogy rendkívül erős, nem. A gazdasági növekedés leállt, gyakorlatilag stagnál, hogyha az energiaexport visszaesik, akkor Oroszországnak nagyon komoly gazdasági nehézségei lesznek. A Krím-félsziget már eddig is nagyon drága lesz neki, de milliárdokban mérhető. Németország nem háborúban szerezte meg Kelet-Németországot, kis ilyen bererukkant, úgyhogy azt hiszem, hogy teljesen igazán. Azért vagyok óvatos mégiscsak, hogy jósoljak, mert 2008-ban én nem hittem volna, hogy Oroszország bevonul Grúziába, és bevonul Grúziába, mint tudjuk. A grúziai események nagyon fontosak ukrán szempontból. Tehát emlékeznek a televízió nézők, hogy Kelet-Ukrajna egyes városaiban a helyi milicisták, felkelők elfoglalnak rendőrségeket, a katonaság megindul, hogy visszaszerezze, és végül leáll a katonaság, mégpedig azért, mert azt tapasztalták Grúziában, hogy az oroszok arra várják, hogy provokálják őket, és ha az első orosz meghal, akkor bevonulnak úgynevezett oroszok védelmében. De ez egy nagyon nehéz helyzet az ukrán kormánynak is, mert Majdan, ugye a térrel beszélek, és most szimbolikusan értem, akik mögötte voltak, ők meg tombolnak ki ebben, hogy a ukrán kormány miért nem tesz valamit, azért nem annyi emberről van szó, itt néhány ezer rendbontóról van szó, hogy miért nem tudják őket megfékezni. Ha nem könnyű az ukrán kormány helyzete, ráadásul legitimációja kétes, az ország elnökválasztásra készül, május 25-ére van kitűzve az elnökválasztás. Én arra gondolok, hogy Putyinnak az elsősorban az a célja, hogy Kelet-Ukrajna destabilizálásával megakadályozza, vagy legalábbis lerontsa ezt az elnökválasztást, hogy ne lehessen Ukrajnának. Pontosan. Nagyon sokat idézik öntől azt a gondolatot, hogy ha külpolitikáról beszélünk, akkor az Európai Unió nem létezik. Itt a Lisszaboni szerződésre utalt. Még mindig ennyire sötéten látja a helyzetet? Tehát én most azt látom, hogy azért ott ütik Putyint és az orosz oligarchákat, ahol a legjobban fáj a bankszámlájukon. Tehát, hogy amikor a lóvét elveszik, akkor az nagyon fáj. Ukrajnával kapcsolatban gyakran bírálják az Európai Uniót, hogy miért nem lép fel hatékonyabban és karakteres. És erre szoktam elmondani ezt a szintén karakteres mondatot, hogy az Európai Unió nincs, ha külpolitikáról van szó. Ennek az oka az, hogy a Lisszaboni szerződés a külpolitikát nem intézményi hatáskörbe utalja, hanem tagállami hatáskörben tartja. Ha problémák vannak, akkor az Európai Unió tagállamainak külügyminiszterei összejönnek, találkoznak, és ha sikerül megállapodniuk, akkor van külpolitika.
Ha nem, akkor meg nincs külpolitika. Ugye, megtaníthat-e bennünket, ez bennünket alatt az Európai Uniót értem, azt, hogy valamilyen hatékonyabb rendszert kell kialakítani? Nézze, az osztrák-magyar monarchia, amely Magyarország történetében a boldog békeidők volt, egy jól működő rendszer volt. Ott mi volt közös? Külügy, védelem, hadügy és a pénzügy, hadügy. Az Európai Unióban külügy, hadügy és pénzügy nemzeti hatáskör, az Európai Unió uborkákkal, akácokkal és pálinkákkal foglalkozik, ami szerintem nem jó, tehát itt nagy reforma lenne szükség, nem tudom, hogy készen áll-e az Európai Unió erre, de szükség lenne energiaunióra, szükség lenne fejlesztési unióra, és ezekkel az apróságokat szerintem meg kellene hagyni tagállami hatáskörben. De ha azt szeretnénk, hogy együttesen erősen tudjunk föllépni, akkor valóban a külügyi hatásköröket az Európai Unió intézményeire kéne átruházni. Végezetül, és azt gondolom, hogy mindenki a leginkább erre kíváncsi, akkor az ön szakértői meglátásai szerint Putyin azért arra nem készül, hogy túltekerje ezt az egész dolgot, tehát hogy tényleg háború legyen, nyílt háború Ukrajna és Oroszország között. Mert az most már akkor bennünket is éri. Nézd, borzasztóan nehéz bármilyennek Putyin fejével gondolkodni, mert hogy más világot képzelünk el magunknak. Én úgy ítélem meg, hogy Putyinnak nem érdeke a katonai megszállás, Putyinnak az érdeke a destabilizáció, az, hogy bármikor be tudjon avatkozni a folyamatokba. Putyinnak az az érdeke, most a legtágasabb, tágabb értelemben fogalmazva, hogy a volt szovjet köztársaságok, a baltiakat kivéve, mert őket már elvesztette, mindig ő tudja meghatározni ezeknek az országoknak a fő politikai irányvonalát. Ami szerintem megengedhetetlen, ami tűrhetetlen, de hát ez rajtunk, az Európai Unión, Egyesült Államokon múlik, hogy ezt mennyire engedjük. Köszönöm szépen a beszélgetést Őrsi Mátyásnak.